medencés kikötő Szeged mellett található. A 80-as években építették, és akkor azt hitték, hogy majd a növekvő hajóforgalomnak egy fontos állomása lesz majd ez a kikötő. Mostanra viszont a forgalma nagyon-nagyon lecsökkent, nagyon csekély, csupán néhány a forgalomból már kivont teherszállító hajó, illetve uszály rostokol és rozsdásodik a víz felszínén. A horgászok számára egy nagyon kedvelt hely viszont, hiszen a Tiszával élő kapcsolatban van a víz, melynek a mélysége pontosan összefügg a Tiszának a vízállásával. Egyébként rendkívül mély víze van, a 3-tól akár 13 méteres mélységig terjedő vízben horgászhatnak a pecások, éppen ez adja a szépségét és a változatos halfogási lehetőséget. Amiért viszont mi itt vagyunk, azok a busák, mert hogy az említett halféléken kívül a nagy testű és kisebb testű busák is előszeretettel tartózkodnak itt ebben az öbölben, és hihetetlenül nagy számban. Busa sajnos újra jelen van mind a két nagy folyónkban, és sajnos annak teljes vízrendszerében. Értem itt ez alatt a Dunát, de főleg a Tiszát. A 2000-es évek után az állományuk újra elkezdett szaporodni, és bármennyire hihetetlen szaporodik. 2019-20-ban olyan iszonyatos busaívás volt, amire szerintem még sose volt példa, és ezért nagyon fontos a rájuk való horgászat, és még sokkal fontosabb az, hogy el is vigyük. Az elmúlt években, ahogy említettem, és ahogy a fényképen és a videókon is látjátok, a busa jelentősen szaporodik. Évekkel ezelőtt még nagyon súlyos viták voltak halas szakemberekkel, biológusokkal, hogy igenis értsük meg, hogy nem szaporodik a busa. Szerintem elég a képekre ránézni, és egyértelműen látszódik, hogy szaporodik. És ahogy említettem, az elmúlt két évben hihetetlen mennyiségű szaporulat volt. Úgy veszem észre, hogy talán ebben az évben nem jött nekik annyira össze az ívás, de ez a két generáció benő, még egyszer említem, halas szakemberek ide-oda, itt nagy bajok is lehetnek. A 80-as, 90-es években nagyon sokan horgáztak busára. Ekkor már formálódott az a technika, amit a busa szájába szabályosan akasztva a horgot tudták őket partra terelni. Aztán nagy csönd következett, talán kevesebb is lett a busa, viszont a 2000-es években megindult újra a szaporodásuk, és hihetetlen mennyiségben találhatók már meg, akár a Tisza, vagy épp a Duna vízgyűjtő területén. A busa táplálkozása okozza a legnagyobb problémát, hiszen planktonevő, és minden őshonos halunk ivadéka ikrából kikelve planktonokkal táplálkozik. És ennél a nagyobb baj az, hogy tavasszal, amikor még nincs mondjuk a Tisza és annak vízrendszerében megfelelő mennyiségű fitoplankton, tehát magyarul zöldalga, ez a fő tápláléka, addig a fehér is és a pettyes busa is állati planktonokat, zooplanktonokat fogyaszt. És a kikelt halivadék lárvák nem találnak elég zooplanktont, és szó szerint éhen halnak. Ilyen rettentő nagy szaporulat mellett sajnos ez óriási problémát okozhat az elkövetkezendő években. A planktonok olyan apró, parányi kis élőlények, apró kis élő szervezetek, akár egysejtűek, amelyekből vannak növények és vannak állati eredetű planktonok. Ez egy nagy gyűjtőnév, egy nagy gyűjtőfogalom. Hasonlóval táplálkoznak egyébként a tengerek, óceánokban a bálnák is. Persze ezek itt édesvízi halak és mégis más, de hihetetlenül nagy mennyiségű ilyen apró parányi szervezetet tudnak magukba bevenni a busák, hiszen gondoljuk végig, hatalmas nagy testük van, és ezt a testet valamilyen módon el kell tudni látni energiával. A busa horgászatának szerintem legfontosabb tényezője a megfelelő etetőanyag, amivel előállítjuk az állplankton felhőt. A busa, említettük, planktonokkal táplálkozik. Ahhoz, hogy a horgászhelyünkre, a horgunk közelébe csaljuk,
elő kell állítanunk egy plankton felhőt, és a horognak, a horogon lévő csalinak csak annyi a szerepe, hogy minél könnyebben a busa szájába kerüljön a horog, de ő nem a csalit akarja megenni, hanem ezt az plankton felhőt szívja, és így kerül teljesen szabályosan a szájába a horog. A fenekező busahorgászatnál egy olyan etetőanyagot kell alkalmazzunk, ami nagyon jól felhőz, és ezt a felhőt fölfelé, a víz felszíne felé bocsátja ki a kosárból folyamatosan az etetőanyag. Ezt fogják majd megtalálni a busák, és szépen lassan egyre közelebb merészkednek majd az etetőanyag forrásához, ennek a felhőnek a forrásához, ahol egyszer majd a szájukba fogják szippantani a kikönnyített horgot. Ezzel szemben az úszós horgász technikánál, a busa horgászatánál egy kicsit másabb etetőanyagot kell alkalmazzunk. Többször említettük azt a dolgot, hogy a busa és annak tartózkodási helye, egészen pontosan a vízoszlopon belüli tartózkodási helye minden a napfénnyel és a planktonnal függ össze. Este, én mindig estéről indulok ki, akkor van a legfeljebb a plankton, a busa szinte a víztetőn tartózkodik. Majd ahogy nincsen napfény, nem tudnak a planktonok szaporodni, nincs hozzá napfény energia, ezért elkezdenek lesüllyedni a fenék felé, és ha elég sekély a víz, akkor lesüllyednek a fenékig, és reggel ott fog táplálkozni a busa. Majd kisüt a nap, a plankton elindul újra fölfele, a napfény energiája fele, hogy szaporodni tudjon és élni tudjon. A busa ezt követi. Bizonyos vízmélységig, én 3 méterbe szoktam megszabni ezt a mélységet, rekkenő hőségben, főleg nyári időszakról beszélek, a busa eredményesen a fogható fenekező módszer is. Viszont azok a vizek, ahol rengeteg a busa, Tisza, Körösök, Duna, általában ennél mélyebb, és kellett egy olyan módszert is kitalálnunk, és nem mi találtuk ki, kell egy olyan módszert is mutatni nektek, amivel a víz közt és a víz felszín közelébe tartózkodó busákat is meg tudjátok fogni. Na és ez az úszós módszer. Az általunk kereső busa horgászmódszernek elnevezett technikának a lelke, lényege van itt a kezemben. Az összeszerelését először is egy gumistopper felhúzásával kezdjük, amit ide a főzsinórra rögzítünk. Utána jön egy gumigyöngy, majd egy kapcsos forgó, amiben bele lehet rögzíteni az általunk ideálisnak, tökéletesnek tűnő nagy felhajtó erejű úszót. Ez minimum 25 g-os kell, hogy legyen. Egyébként ennek a modellnek a antennájában van egy kis rész, amiben bele tudjuk majd tenni a világító patront. Ezután jön még egy gyöngy és még egy ütköző. Ennek csupán annyi feladata van, hogy a dobáskor megvédje az úszót a kosárral való ütközéstől, és ezután jön maga a kosár, amely lényegében egy némileg átalakított busafa. Erre ráaplikáltunk egy spirál kosarat, amit utána itt alul megütköztettünk. Két egymástól eltérő hosszúságú fonott előkét kötünk föl, amire nagy méretű, általában minimum 6-os méretű horgot teszünk, hiszen a busáknak a szája nagy, és ahhoz, hogy az akadás tökéletes legyen, ehhez megfelelő, heggyel rendelkező és nagy méretű horgot kell válasszunk. A jelenleg forgalomban lévő etetőanyagok, többek között az én két etetőanyagom is, fenekező módszerhez lett kifejlesztve, ami lentről dolgozik fölfele, és úgy csalogatom oda a busát a horgomhoz. Viszont az úszós módszernél ez nem igazán eredményes, mert ha egy méteres vízmélységű eresztékkel bedobok, hát max küszöket tudok még oda csalogatni, úgyhogy olyan etetőanyagot kellett kitalálnom és kifejlesztenem, ami lefele és oldalirányba működik, oldalirányba elviszi az áramlat, a víznek a mozgása, és úgy csalogatja oda a busát. Így alkottuk meg a úszós busázó etetőanyagot.
teljesen új etetőanyagot fejlesztettem ki a úszós módszerhez, viszont a bekeverésnél a legfontosabb információ, hogy kilónként 4 deci víz az, amit bele kell tenni. Szabolcsán mi most 3 kilóval kezdünk, az az úszós busahorgászat talán nem igényel annyi etetőanyagot, hiszen nem folyik, nem viszi úgy el a víz. Természetesen egy ilyen 10-15 perc kell neki, amíg a szemcsék felszívják a vizet, úgyhogy nem igényel újabb után vizezést. Szóval 3 zacskó, ez egyszer fél liter, még egyszer fél liter, és most kezd egy ilyen 2 deci. Hát nagyjából, inkább még egy picit. Így. Összekeverem, és már kész is vagyunk. A busa úszós horgászatakor a felszerelés működési elve a következő. Elsősorban azt szeretnénk elérni, hogy a busát a különböző vízrétegekben próbáljuk meg a horgunk köré csalni. 2 nagyon rövid előkén lóg a horog, amit kikönnyítünk egy-egy pufival. Nagyon fontos, hogy ez a horog nem emelkedhet meg, tehát a pufi méretét úgy kell megválasztanunk, hogy az éppen csak kikönnyítse a horgot, egy picit megemelje, hiszen ha túlemelkedik a kosáron a horog, akkor ott már a busa nagyon nehezen fogja tudni csak beszippantani. Tökéletesen a szájában van a horog. Jó, a másikról is ejthetünk szót, hogy az meg valahol itten kavirnyázott. Biztos, hogy néha beleakadt a testébe, de a lényeg, amivel fárasztottunk, az itt van a szájánál. Így. A busa, aminek lecsúszott a szeme. Rengeteg kisebb-nagyobb videó foglalkozik ezzel a témával, az úszós módszerrel. Mi Szabolcsal leszűrtük, hogy mi az, ami szerintünk eredményes lehet, és 2 szűkítettük a nagy-nagy repertoárt. Az egyik, mi úgy neveztük el, hogy kereső busahorgászat. Itt az úszó alatt csak a kosár és a horgok találhatók, szabadon változtathatjuk a vízmélységet, és nincs a fenékhez lerögzítve. Nagyon eredményes volt, sok busát fogtunk vele. Viszont olyan időszakban, amikor fúj a szél, vagy áramlik a víz, netalántán nagy távolságba kell horgászni, hiszen nagy távolságról már csak a zsinór is visszahúzza az úszónkat, kellett egy olyan megoldást találni, ami le van rögzítve. Itt vettük alapul a harcsa horgászatból, a stupekos horgászatból a ólommal lerögzített stupekot, és készítettünk egy ilyen horgász készséget is, egy olyan szereléket, amivel bármilyen időszakban, bármikor tudunk horgászni. Szilárd évek óta eredményesen horgászik fenekező módszerrel busákra, a Carp Expert Elite Fader bottal, és bizony ez a bot ez megfelelő lehet akár az úszós technika alkalmazásánál is. De nagyon fontos, hogy olyan botot válasszunk, amely nagy teherbírással rendelkezik, hiszen egy igen nagy etetőanyag gombóc mellett az úszó súlyát, sőt akár még a letalpaláshoz szükséges ólomnak a súlyát is el kell tudni bírnia. A zsinór mindenféleképp legyen vastag, mi 30-as zsinort választunk, és hogyha már az orsó kérdésére is rátérek, akár elgondolkozhatunk azon is, hogy egy nyelető fékes orsót alkalmazzunk, hiszen a busa kapása sokszor annyira vehemens, hogy nincs is nagyon rá időnk, hogy oda kapjunk a bothoz, és ilyenkor egy nyelető fékes orsó jó választás. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 5 évben Szabolcsal sikerült összeállítanunk most már egy olyan komplex busázó módszereket, amivel
folyókon, állóvizeken, szélben, napsütésben, reggel, este, bármikor eredményesen fogható a busa. Legyen ez úszós vagy fenekező módszer, de a kettőnek a kombinációja az igazi. Szerintem az igazi délelőtt fenekezni, délután pedig úszózni. Akár a fenekező busahorgászatnál, az úszós horgászatánál is nagyon látványos a busa kapása. Sokszor észrevesszük azt, hogy tolják, táncol a víz tetején az úszó, de ennek soha nem érdemes bevágni. Könnyen elképzelhető, hogy kisebb testű halak akár keszegek tologatják ide-oda a kosarat, és így aztán az úszó is mozog a víz felszínén. A busa kapását egy határozott mozdulattal jelzi az úszónk, de bevágni sokszor csak akkor érdemes, amikor az már teljesen lemerül a víz felszín alá, és ekkor lehetünk szinte 100%-ig biztosak abban, hogy jó lesz majd az akadás. Sikerült kiegészítenünk az eddig remekül működő fenekező módszerünket is, és most már egy olyan komplex busázó arzenál állítottunk fel és mutattunk be nektek, amivel szinte bármilyen körülmények között bármikor eredményesen lehet busát fogni. A busa kapása nagyon látványos fenekező horgászat alkalmával, ugyanilyen határozott kapást kell várnunk, amikor úszóval horgászunk rájuk. Fontos dolog lehet, hogy mielőtt bevágunk, néhányat tekerjünk az orsó dobján, hiszen utol kell, hogy érje a zsinórnak, meg kell feszülnie, utol kell, hogy érjük a kapáshoz a halat. Ezt követően egy határozott rántással vágjunk be, és utána biztosan, hogy ülni fog a horog a hal szájába. A felszerelés bejuttatása egyáltalán nem nehéz, egyedül talán nehézséget a felszerelés súlya okozhat, de ezt néhány dobás után el lehet sajátítani ennek a technikáját, azért arra fontos odafigyeljünk, hogy a zsinort süllyesszük el, akár egy meccsbotos horgászatnál, hiszen talán így jobban ki tudjuk védeni a szél, illetve az áramlás keltette nehézségeket, talán tovább egy helyben tudjuk majd tartani az úszós szerelékünket. A letalpalt úszós szerelést egy ütközővel kell kezdeni, amit felkötök a fő zsinórra, általában a előke zsinór anyagából. Majd felfűzök egy gumigyöngyöt, ezt azt a célt szolgálja, hogy a gubancső, ami le fogja súlyozni az egész szereléket, ne tudjon túlcsúszni rajta. Erre a gubancsőre helyezem föl azt az olmot, amivel leszeretném cövekelni ezt a busázó úszó szereléket. A többi pedig már teljesen megegyezik az előzőleg bemutatott busázó szerelékkel. Legelőször is ennél a szereléknél be kell állítani a vízmélységet, ami azt jelenti, hogy a úszó ütközőtől pluszba rá kell húzni annyit, amennyi a víznek a mélysége. Jelen esetben legalább 5-6 métert kell megtennem, mert ha nem húzunk rá keveset, akkor az ólom el fogja húzni az úszót. Így. Inkább egy picit több legyen, mint kevesebb. Nagyjából jó lesz. Utána ez a felső úszó ütközővel beállítom a mélységet, ez jelen esetben ilyen 1 méter 30 centi, majd megtömöm a kosarat. Itt már nagyobb úszót használunk, a kisebbik állóvízre való az 45 g-os, a nagyobb pedig, ami akár egy lassabb folyóvízre is alkalmas lesz szerintünk, az 75 g-os, úgyhogy gyúrhatok rá szép nagy gombócot. Vigyázzatok a botra, valószínű, hogy én is más botot fogok ehhez majd használni, hiszen látjátok, hogy már karikában van. És egy nagyon óvatos, határozott dobással bedobom, és lehetett látni, ahogy vizet ért, hogy az ólom szépen lemaradt a dobásba,
és ezért kell az a felső ütköző, hogy ne csúszson, ne maradjon le túlságosan. És amikor bedobtuk a szerelésünket, akkor adni kell neki feltétlenül plusz zsinort, hogy az ólom le tudjon süllyedni. És akkor ilyen, mint a stupek, úgy képzeljétek el, hogy bemegy a zsinór, ólom, följön az úszóhoz, és az úszótól pedig levár az ereszték. Ennyire egyszerű. Amikor kiülünk horgászni természetes vizeinkre, akkor mindnyájan azt várjuk a folyótól, vagy egy nagy tótól, hogy bizony nagy halat adjon. Furcsa ezt mondani, de nagyon sok horgász számára elmondhatjuk, hogy hosszú alkalmakat, heteket, hónapokat lehet eltölteni a vizek partján anélkül, hogy egy-egy nagyobb testű halat fogjon. A busázás talán erre is jó, hiszen egy nagy hal fárasztása bárki számára igazán komoly és nagy élmény. Érdemes mindenféleképp kipróbálni. Na szóval, még hogy nem élmény, hát tényleg élmény. És még talán gasztronómiailag is fincsi vacsorát lehet belőle készíteni. A lényeg, aki teheti, az próbálja ki ezt a technikát, és ami busát megfog, azt mindenféleképp vigye is el. Napjainkban, amikor szerencsére egyre több horgász vallja magáénak a fogd meg és engedd vissza elvet, akkor talán furcsának tűnhet, hogy mi pedig pont azzal kampányolunk, hogy fogjátok meg a busát, és vigyétek is el. Hiszen ha ezeket a nagy testű halakat visszaengeditek a vízbe, az szinte biztos, hogy hamarosan szaporodni fog, és újabb nagy testű busa lesz majd a vizeinkben. Igen, ezeket a szépnek talán nem mondható, de mégis nagy testű halakat mi is sajnáljuk. Igen, még ezeket is. De talán sokkal inkább sajnáljuk azokat az őshonos halainknak az apró kis ivadékait, akiknek pont ez a nagy testű busák miatt nem maradt táplálék. És lehet, hogy közvetlen összefüggés nincsen, de talán tény. Az elmúlt időszakban sokkal kevesebb, mondjuk jászkeszeget lehetett fogni a Tiszán. Ez a folyó róluk is híres volt. Én azt gondolom, hogy itt az alkalom, tegyünk az ellen, hogy ezekből a busákból kevesebb éljen a vizeinkben, és vannak olyan konyhatechnikai eljárások, aminek következtében igen finom lakomát is lehet belőlük rendezni, és meg lehet lepni a családot egy-egy névnap, vagy születésnap, vagy ünnep alkalmával. Szabolcsan mind a ketten a vízpartról látjuk azt, hogy tömérdek mennyiségű van, kicsitől az óriásig, és higgyétek el nekem, előbb-utóbb ez gondot okoz. Ha csak minden magyarországi horgász, 700 ezeren vagyunk, csak egyetlen egy busát elvisz, akkor nagyon-nagyon sok ezer tonnáról beszélünk, és sokkal jobb lesz a békés halainknak, és sokkal jobb lesz az őshonos halainknak.